elkészült egy nagyon korszerű medence, öltözőkkel, orvosi szobával, egy kis lelátóval, elkészült egy klubszoba, a medence tér teljesen kialakult, nagyon imponzáns, gyönyörű szép burkolatot kapott maga az úszoda. Juhász Tibor, a beruházó Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület elnöke adott tájékoztatást az építkezés állását megtekintő Puskás Tivadarnak és Hende Csabának. A politikusok örömmel konstatálták, hogy a munkálatok a terveknek megfelelően haladnak, és a befejezéséhez közeledik az úszoda fejlesztésének második üteme. Pillanatnyilag úgy haladunk, hogy a terveknek megfelelő, és én úgy gondolom, hogy Szombathely fejlődik, és ez az 5,7 milliárdos fejlesztés ismételten azt bizonyítja, hogy jó irányba megy az ország, jó irányba megy a város. Amennyiben az egész közel 6 milliárdos beruházás elkészül, ugye a fedett uszoda alkalmas lesz arra, hogy turisták ezreit vonzza a városba. Természetesen az úszást, fürdőzést kedvelő szombathelyek is egy pompás létesítménnyel gazdagodnak majd. A szombathelyi szálláshelyekkel együttműködve alkalmassá teszi majd városunkat arra, hogy az úgynevezett wellness turizmus, tehát a családosok, gyerekkel érkezők, vagy egyszerűen csak lazulni, fürödni vágyók több napot, hosszú hétvégét el tudjanak tölteni a városunkban. A tervek szerint a jelenlegi zajló második ütem augusztus végére befejeződik, azaz a nyár végén átadhatják az új 33 méteres medencét, mely elsősorban a sportolók edzési igényét elégítheti majd ki.